Jean, készüljön elő az 5 órai teára. Még egy kicsit pipázok, és megyek. Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az elcigi tesztek. Elcigi tesztek, most viszont egy pipa tesztnek nézzünk az elébe. Mit lehet elsőre mondani erről a pipáról? Gyönyörű. Hogy mit tud, mi van a készletben, ezt mindjárt meglátjuk közelebbről. Nézzük. Nézzük akkor, hogy mi található a készletben. Egy gyönyörű, szép dobozban érkezik. A dobozban pedig a következők találhatóak. Egy felhasználói kézikönyv. Ne felejtsünk említést tenni az F-is kezdeményezésről, egy F-is szóróanyag, maga a pipa, egy MC1-es töltő, egy egyágyas egyszerű kis töltő, 2 darab 18-350 méretkódú aksi és a hozzá tartozó patronok. Tegyük félre a dobozt, nézzük meg, hogy miből áll a pipa szétszerelve. Itt az akkumulátor hüvely, alul egy rugós érintkezővel, és amint láthatjuk, a felső részen nincsen gomb, csak egy kis szellőző rosténak tekinthető valami. Ebből egyenesen következik, hogy gomb nincs rajta, ez egy vákumkapcsolós készülék lesz, ezt félre is teszem, úgysem szereltük össze. Itt található a csutora, szép méretes, kényelmes. Itt található a kazán, amit kézzel tudunk kitekerni. Így. Egy szabvány 5-10 csatlakozó van a kazánon, illetve itt van maga a kazán belső, amit innen nem nagyon látni. Nem tudom, hogy forgassam, hogy talán így. Ott van bent a levezetőszál és a tüske, ami rávezeti a folyadékot a tekerésre. Az összeszerelése roppant egyszerű. Becsúsztatjuk és szépen, finoman meghúzzuk. Ezzel meg is vagyunk. Ha ezzel meg vagyunk, akkor én most fogok egy új kazánt, és itt kibontom előttetek. Nézzük, hogy hogy is működik ez a történet. Ezen a kis lyukon kell megtölteni likviddel, és kell belenyomni a kazán térbe, és ez a része lesz fölfele, itt szívja be oldalt a levegőt, és itt fog eljutni a csutora felé. Töltsük akkor meg. Javaslom, hogy egy kis légrést hagyjunk azért neki, mert mikor összenyomjuk, akkor
hajlamos lesz arra, hogy megfolyjon a történet. Fogjuk, és ezt a részét, ahol megtöltöttük, szépen becsúsztatjuk, és egy határozott mozdulattal bepattintjuk. Ha ezzel megvagyunk, ráhelyezzük a csutorát, összetoljuk, és behelyezünk egy aksit. Én most a saját aksimat rakom bele, és összetekerjük. Ilyenkor láthatjuk is, hogy ahogy érintkezik, rögtön villan hármat. Ha ezt összetekertük, megnézzük, hogy működik-e. Ilyenkor ennek a gyűrűnek világítania kell. Működik. Összbenyomását tekintve, ugye láthatjuk, gondolkoztunk az elején, hogy ez most fa, vagy műanyag, vagy miből van ez elkészítve. Nos, kérem szépen, ez fa, méghozzá a jobbik fa, ez egy rózsafa test, úgyhogy a kidolgozása, a fogása nagyon jó, nagyon kényelmes. Itt látszik is, hogy ez a rész, ez mintha az ujjunk ide lenne tervezve, pontosan ide illik. Egyébként itt még szeretném megemlíteni, itt alul látható egy apró kis lyuk. Itt kap levegőt a történet. Tehát, hogyha hidegben használjuk, vagy kicsit sűrűbb folyadékokkal, aminek a légellátása nem tökéletes, akkor javaslom, hogy úgy szívjuk, hogy ezt a lukat néha befogjuk, és ezáltal egy kis vákumot teremtünk, hogy még jobban szívja a likvidünket a tekerésre. Utána pöfékelünk, és örömmel használjuk. Nézzük meg élesben, hogy működik. Megismerkedtünk a pipánkkal közelebbről, nézzük most meg működés közben, és beszélgessünk kicsit róla, hogy mit tud és mire kell figyelni ezzel kapcsolatban. Az már rögtön feltűnik, hogy ez nem egy TH-vadász történet, de senki ne is várjon tőle borzasztó torokkaparó érzést. Hozza azt a pipás feelinget egyébként a készség, amit kell. Amit érdemes róla tudni. Ugye ez egy vákumkapcsolós játék, és attól független, hogy vákumkapcsolós, vannak visszajelzések, amiket a LED ad számunkra. A LED, ugye amikor behelyezzük az aksit, és az elektromos összeköttetés megteremtődik, akkor háromszor egymás után felvillan, ezzel jelezve, hogy üzemkész állapotba került. Rendelkezik rövidzárvédelemmel, rendelkezik kazánvédelemmel, tehát 10 másodpercnél, hogyha valakinek van akkor a tüdeje, hogy 10 másodpercnél tovább tudja szívni, akkor automatikusan lekapcsol, 10-szer föl fog villanni ez a LED benne. Stabil 3,3 volt feszültséget produkál a történet. Hogyha ez alá menne merülés következtében a feszültség, akkor szintén 10-szer fel fog villanni, és megáll az izzítással a történet, tehát nem tudjuk túlmeríteni a készséget. Fordított polaritás elleni védelemmel rendelkezik, illetve a gyártó elmondása, illetve ajánlása szerint, hogyha nincs alkalma arra, hogy számítógépről töltse a cellát, és ugye ezzel az MC1-es töltővel érkezik, akkor mindenféleképpen vegyen hozzá egy hálózati adaptert, vagy használja a telefon adapterét, vagy bármi más olyan USB-s töltő, ami számára megfelelő
lehet. A karbantartás. A porlasztó karbantartásáról érdemes mondani, hogy ha szétszedjük ezt a porlasztót és kitekerjük belőle, akkor azért egy pár nap elteltével érdemes, hogyha egy alkoholba mártott fültisztító pálcikával itt a csatlakozásokat megtisztítjuk, és úgy helyezzük vissza, illetve hogyha van elég, ha érzünk magunkban elég késztetést arra, hogy felújítsuk a kazánunkat, akkor ezt is meg tudjuk tenni. Ki kell, hogy húzzuk belőle a patront, és belülről szét tudjuk szedni. Némi kézügyességet és gyakorlatot igényel, be fogok linkelni majd egy videót, ahol egy hasonló kazán tisztítását elvégzik. Lehet találni egyébként a neten N+1 ilyen videót. Nem túl egyszerű. Azt mondom, hogy aki használ egy ilyen pipát, és nincs hozzá elég affinitása, az cserélje ki 3-4 hetente a kazánt, és gyakorlatilag ezzel meg is van oldva a problémája. Amit az előbb az ismertetőben mondtam, hogy ha esetleg kint vagyunk hűvösben, vagy sűrűbb levest használunk, akkor itt alul ezt a kis levegőzőjukat néha fogjuk be és szívjuk úgy. Gyakorlatilag ez így néz ki. Ha befogjuk, akkor nem tudunk szívni, viszont a vákuum miatt a kazánban rászívjuk a likvidet a tekerésünkre. A sűrű likvid nehezebben indul el, ezzel tudjuk elősegíteni a likvid mozgását. Verdikt. Nos, vegyük a negatívumokat. A kazán nehezen karbantartható, leginkább az egyszerű átlag felhasználónak, illetve abból kiindulva, hogy kihasznál ilyen pipát. Én azt mondanám, hogy ne is próbálkozzon vele, vegyen egy új kazánt, és mit tudom is én, 3-4 hetente, vagy mikor érzi, hogy gyengülnek az ízek, akkor egyszerűen cserélje ki. Másik negatívum, de lehet, hogy csak nekem, mert én rengeteget szívok, hogy ez a kis tartály, ez nem rendelkezik valami hű de nagy űrmérettel, tehát érdemes, hogyha egy ilyen kis töltőtűs flaskával rendelkezünk, és ezzel menet közben is tudjuk tölteni a pipánkat. Ennyi volt a negatívum. Pozitívum. Nagyon szép a testje. Attól függetlenül, hogy én először műanyagnak néztem, de mondom, tehát nagyon lehetett rajta érezni, hogy ez határon van. És utána ki is derült, hogy igen, ez bizony fa, méghozzá rózsafa, tehát hogyha nem gitárt faragunk a rózsafából, akkor mindenképpen pipa legyen belőle. Ez a fa pipára termett, ez lett neki a végállapota. Nagyon eltalált egyébként a forma, kényelmes, marokba áll, egyszerű kezelni, tehát nem kell nyomkorászni, nincs vele gond. Én azt mondom, hogy egyébként, hogyha innen ezt a kis matricát, ami a logóját tartalmazza a gyártónak, hogyha ezt a kis átlátszó matricát levesszük, akkor így meg nem mondaná gyakorlatilag 2-3 méter távolságból senki, hogy ez egy elektromos pipa. Nem kell töltenünk, tömnünk viszont. Megfogjuk. És szívjuk. Pozitívum még számomra, a formáján kívül a csutora kialakítása, és hogy nem látszik rajta, hogy ez egy elektromos cigaretta, vagy elektromos pipa, ki hogy szereti, hiszen minden el van rejtve ebben a széles csutorában, a kazán, a kis tankrésze, úgyhogy
Úgyhogy nagyon kompakt kis készülék, és mégis az exkluzivitás benyomását kelti. Az aksia elég jól bírja, TH-t senki ne várjon tőle, nem is arra van ez kitalálva, a pipások úgysem azt fogják benne vadászni, hanem a formát, a gőzt, az ízeket, azt nagyon szépen adja. Egy plusz aksival, vagy esetleg egy ilyen kis töltetős flaskával bárki elindulhat, egész nap hűtársa lesz az úton. És aztán a Rotary vagy a golfklubban tud a haverokkal beszélgetni egy pöfékelés mellett. Mindent egybevetve, nekem ez a készülék tetszett, hogyha pipáznék, úgy, ahogy nem pipáztam, akkor mindenféleképpen elgondolkoznék egy ilyennek a beszerzésén. Kicsit az ára visszatartana, ami jelen pillanatban hajszányival 20 000 forint fölött van, de ízlések és pofonok, aki egy ilyen formájú, tehát egy pipa formájú elektromos készüléket keres, az ebben megtalálja a számításait, úgyhogy bátran ajánlom nektek. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!